Az első Galgamenti Népművészeti Fesztivál esti ünnepigálájának megnyitóján a helyi művelődési ház Gyeden lévő vezetője Seres Tünde köszöntötte a fesztivál résztvevőit. Bünkösdi rózsás reménység él a szívemben, Bünkösdi boldogság nyílik a számból, hogy hirdessem azt az örömet, amelynek szolgálatába szegődtem. Angel Ellát papíró szavait segítségül hívva, mondhatom ennek analógiájára, hogy a Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület annak örömhírét hirdeti, hogy a népművészet ma itt 2014-ben is még él, élő népművészetről beszélhetünk, de mint ahogy Pálinkás Ildikó konferálásában utalt rá, ez az újszerű kezdeményezés valamiféle előélettel mégiscsak rendelkezik, és éppen az Egyesület névadója Sára Ferenc volt az, aki 1970-ben Galgamenti Népművészeti Találkozó elnevezéssel, és éppen itt Turán, ha nem is a kastélykertben, szervezte meg, persze nem egyedül, az első Galgamenti Népművészeti Találkozót. Ennek a találkozónak a célja a vidék gazdag népművészeti értékeinek bemutatása, új értékek feltárása, a csoportok közösségteremtő erejének, személyiségformáló lehetőségeinek erősítése volt. Szekeres Erzsébet Gödöllőn élő textilművésznek 44 évvel ezelőtt óriási szerepe volt abban, hogy szervezőtársával, az Egyesület névadójával, Sára Ferenccel együtt megszervezze az első Galgamenti találkozót. 1970-ben tervezte el a járási hivatal, hogy az első Galgamenti fesztivált meg kellene rendezni, tehát hogy meg kellene rendezni, elnézést kérek. És erre a feladatra két embert jelöltek ki. Az egyik ember volt, aki a népcsoport, a néptáncosokat, a népi énekeseket, a szólósokat, hogy összegyűjtse és elrendezze, ő Sára Ferenc volt. A másik ember pedig egy nagyon, azt mondhatom, hogy a járáson belül egy híres ember, akit úgy hívtak, hogy Asztalos István. Ő volt az Aszódi Múzeumnak az igazgatója. Sára Ferenc nem akármilyen ember volt, hisz tudjuk, Béres János tanítványa. És egy csoda ember volt, aki az egyszerű kis furuján valami álomszép szimfóniát tudott játszani. És mellette egy nagyon jó szervező volt, és nagyon jól össze tudta fogni azt a csoportot az ő mosolyával, a hozzáértésével, vidámságával, és ő fáradtságot soha nem ismert. És nagyon szeretném, hogy ez a csodálatos hagyomány továbbra is élne, és továbbra is, hogy ezt folytassák, mert igenis, hogy szükség van a népi kultúránknak a továbbvitelére, hisz ez az ország olyan gazdag a hímzés kultúrájában, a táncművészetében, az énekművészetében, a hangszeres művészetében, hogy ezt csak úgy lehet, hogy továbbvinni, és szívvel, lélekkel, és nagy-nagy szeretettel. Az esti gálát Héra Éva, a Muharai Népművészeti Szövetség és Folklor Fesztiválok Magyarországi Szövetségének elnöke nyitotta meg. Tura meg a Galgamente mindig is különös érdeklődést keltett a hagyománnyal, a néprajzzal, néptánccal, népzenékkel foglalkozók számára, hiszen Magyarország néprajzilag legjobban dokumentált települései közé tartoznak a galgamenti falvak. Járt itt Bartók Béla, az 50-es években Martin György, Pesovárok és Muharai Elemér is többször megfordult a faluba. Már ők azt mondták az 50-es években, hogy az, ami itt a Galgamentén van, az egy csoda, hogy Budapesttől alig 50 kilométerre lévő településeken még él a hagyomány, élnek a szokások, hordják a viseleteket, és a falu közösségek még működnek. Én magam a 70-es évek végén kerültem közelebbi kapcsolatba ezzel a vidékkel,
az akkori veresegyházi hagyományőrző találkozókon, majd a bagi hagyományőrző találkozókon találkoztam és ismertem meg közelebbről az itteni embereket, de mindig szívesen hoztunk ide országos rendezvényeket és szakmai továbbképzéseket. Erről a vidékről nem mentek el a gyerekek. Itt alapítottak családot, itt építkeznek, hazajárnak, itt ül Mackó Marika, itt van Unger Balázs, itt van Seres Tünde, itt vannak Bagonna Rónai gyerekek, a Szép Halmi Zoli, a Tóth Juci, itt a Bánszki Judit is Sisakszegen, és én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb dolog, amire büszkék lehetnek, és legyenek büszkék, mert olyan kevés dologra lehetünk manapság büszkék. Hogy értelmes, okos, rendes gyerekeket neveltünk, akik fontosnak tartják nagyszüleik örökségét, és azt is fontosnak tartják, hogy továbbadják ezt a kultúrát. Én azt kívánom, hogy támogassák ezt a kultúrát, támogassák a gyerekeiket, és élvezzék ezt az előadást, ami most következik. A fellépők sorát a Turai Zsínyegők néptánc csoportja nyitotta meg, akik Táncok a pusztából műsorszámmal készültek. Meggyulladt a gatyája, nem lehetett más csinálni, el kellett kezdeni oltani. Oltani kellett a gatyát, hát hogyan lehet oltani a gatyát? Hát így lehet oltani. Hát csapta a csizmáját, meg a gatyáját, oltotta, de aztán forró lett a keze, úgyhogy már csapni kellett a kezét is. Na már aztán akkor másikra is rácsapott, aztán már onnantól kezdve nem volt megállás, már indult a néptánc. Már oltotta, oltotta, egyre jobban oltotta. Őket követte a Boldogi Kaláris együttes. A közösség érdekessége, hogy szülők és gyermekeik táncolnak együtt. Az Sisakszegi Csata Néptánc Együttes ifjúsági csoportjának előadásában sárközi táncokat láthatnak nézőink. Thank you.
A Galga Hévézi II. Rákóczi Ferenc Nyugdíjas Egyesület pávaköre aratási nótacsokrot adott elő. A Hévízgyörki Aranyalma hagyományőrző együttes legfiatalabb tagja 8, míg a legidősebb 81 éves volt. A 64 éve megalakult Bagi Muharai Népi Együttes felnőtt kamara csoportja kemény telki táncokat hozott a fesztiválra. A gála ez zárásaként remek hangulatot teremtett a házigazda Turai Zsínyegők előadása. Thank you.
Az első Galgamenti Népművészeti Fesztivál záróakkordjaként a cimbali band adott több mint egy órás fergeteges koncertet, ahol Unger Balázs vezetésével a hagyományokhoz hűen a magyar cimbalomról szólt az este. Az első sikeres Galgamenti Népművészeti Fesztivált követően jövőre a szervezők tervei szerint akár többnapos programmá nőheti ki magát a turai rendezvény.